ebből akartam csinálni az alapot is, ez Kapica mondta, hogy mocsárikőr is. A túloldalról szedtem a kanálisból, gyakorlatilag állnak ezek a száraz fák kifele. Szép egyenes. Azért fontos, hogy egy egyenes legyen, mert megkönnyíti a munkánkat, ugyebár amikor csiszatolunk, akkor nem lesz hasa, nem 8-as fog leírni, sokkal egyszerűbb. Kettő vége van, ugyebár az egyiket ceruza módra ki kell hegyezni, már grafitot is raktam bele. A másik vége meg gyakorlatilag tompának kell lenni, félgömb alakúnak. Alapnak én egy nyárfát használok, egy száraz nyárfátnak a közepét hasítottam gyakorlatilag ki. Ott látszik középen az erezet, onnan kezdődik az évgyűrű, és már türelmetlen voltam, úgyhogy elkezdtem fúrni. Gyakorlatilag íjnak egy élő fát használok, mint ahogy látjátok, nem muszáj, hogy ívelt fa legyen, ne legyen ívelt, értelemszerűen célszerűbb, hogyha van egy kis íve. Én úgy szoktam kiválasztani a host, hogy hónom alá beteszem, és hosszabb legyen, mint a kezem. Két rétegbe szoktam a kötelet átvenni, jobb a fogása, és kell még egy tokmány. Jó, hogyha élő fából van, de már nem akartam többet kivágni. Fúrtam bele egy lyukat, raktam most egy kis friss levelet bele. Ez azért van, hogy majd jobban csúszon és ne kezdjen el füstölni, illetve amit gyűjtöttem élesztéknek, elég nehéz volt, száraz füvet, három rétegből van, száraz fű, nádlevél, és a, minek hívják a nádbuga. Címere? Nádbuga. A nádnak, jajaja. Remélem, hogy elég száraz lesz, és majd ez lesz az éleszték gyakorlatilag. És akkor az először elkezdem fúrni, hogyha ez jól összegyógyult, akkor itt elvékonyítom, a kis V alakot bemetszem körülbelül a közepéig, amit most nem is a közepéig csináltam. Nem mozgass olyan gyorsan. Azt most be is metszem, kicsit jobban. Tehát akkor kemény fa, fúró, puha fa, talapzat. Vagy ugyanaz a fa, de hogyha túl kemény a fa, akkor célszerűbb, hogyha akkor csak felfényesedik, puha fa. Nem termelődik. Pontosan. És brutálisan száraz. Ez a lényeg, hogy brutálisan száraz. Igen, nagyon száraznak kell lennie. Most tegnap esett nem sok, pityú, 45 mm, 50 mm eső. Csak úgy szólok. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Oké. Okay. Nálunk is esik bőven. Nálunk, nem sem tudom, mit beszélek. Igen, ez a technika az Ord Angliából származik. Mármint, hogy engem ott tanítottak meg, de nem angol találmány. Oké. Okay. Egy ilyen kis... Már amit most tőled látunk, mert ugye itt Magyarországon hatalmas legendák övezik ezt az íjas tűzfúrót, és aki már képes volt megoldani csuma száraz időben, az majdhogy nem pajzson lett bevívva a táborhelyre. Gyakorlatilag nem egy nagy ördöngőség, annyi, hogy rá kell jönni a technikára. Világítsátok léci a pityút, mert egyre sötétebb van, elnézést a kedves nézőktől. Igaz, szép dolgokat csinál a pityú, de hát sötétben ő se világít, annyira azért nem ügyes. Elnyeli a fényt, fekete jön. No, és no. Akkor gyakorlatilag én elkezdem ezt csiszatolni, ezt majd kivágod. Yeah. Benne lesz. Persze ez benne lesz. Á, én nem olyan vagyok, gyerekek. És amikor már füstöl, mint az állat, na akkor kell még 20 keményet ráhúzni. Az igen. Bár... Fiam, hallottad? Igen. Jó, oké, okay. Lehet. Mint ahogy látjátok, sípcsontom, csuklóm összeér, stabilan van, és ilyen, ezt el kéne venni, hogyha... A tüzet rakjátok arra, köszönöm. Elpróbálom
tökig felvenni az egészet. Pont azért, hogy ne érjen az a vád minket, hogy vágunk, meg izé. Na most csak úgy... Ó, de fasza! Így füstöl már, őrült módon. Őr és fúró, nyárfa talapzat. És hogyha ez füstöl magába, mint hogy csinálja, az nagyon jó. Már füstöl magába. Aha. Ilyenkor megállhatunk. Koccantás gondolom, hogy megmaradjon. Aha, na, igen. Kifújjuk magunkat, ha van izzadság, ne csepegtessük le. Ott a kis, kis szénpor. Éleszték előkészül. Áhá. Vékonka lesz. A kurva életbe. Kisoráz? Leesett. Elé ment. Az igen. Mekkora izzóparázs. Mi ez illett? Még mindig ízzik neki, nem igaz. És ízzik. Opa. Még már verte mindenhova. És ízzik, mondjam. Bele az élesztékbe. Napítjuk. Mutasd meg nekünk, mi. Hú. És ez eddig most... Ilyenkor felállhatunk. Itt a nagy legenda, emberek. Itt az őrünk, ollunk előtt dől meg a nagy legenda. 50 mm eső esett tegnap. Párás levegő, vízpart, nedves minden. És helybe talált cucc. Helybe talált cucc. Abszolút helybe talált cucc. Őr is fúró. Nyárfa talapzat. És ennyi. És kell? Kepcsolt. Nem teszem, hogy nagy izé talált. Jó lesz, jó lesz. Jó, veszem. Nagyon közel kell állni hozzá, sípcsont, boka együtt mozog, ott a fa már megint útba lesz, elhúznátok légy szíves, és akkor próbáljuk meg újra. De mondjuk a végét rávágom, hát nekem az bőven elég. Hát látszik, hogy fúj, de pillanatok alatt újra vágom, hogy jaj, észre se veszel. Azért vegyed csak. Hát, most sikerült. Ha most egybe sikerül, akkor ezt vágj be. De ha végig... De most komolyan mondom, tehát látjátok, hogy mi az egész. Uh-huh. Tehát Nőrön ez egy fő attrakció volt a Nőrön, és úgy bemutatva, hogy mi a faszom volt, ilyen brikosztor, vagy faszom tudom, olyan vásárolt cuccokkal. Ez olyan száraz fel. De Roli, ne 50 mm eső esett tegnap. Ja. Tehát most ilyen cuccról van szó? Nem nekem. Én te is ebből élsz, tudom. Világítsátok be Pityut! Glóriája. És a sotok megint beállom. Én is világítok. Szerintem Pityunak gyenge a tüdeje, azért nem tudja meggyújtani. Beszarás! Oda nézd, bazd meg! És azért, mert nedves az éleszték. De ott vannak a lángok. Ma kérem tisztelettel, teljes magyar bushcraft közösség, 50 mm eső után, nedves, párás közegben lehet íjas tűzfúróval tüzet gyújtani. Itt vagyunk Pityu körül. English technique. Semmi nagy legenda, semmi csodálatos dolog. Egyszerű, mint egy nagybüdös pofon. Igaz, Pityu? Hogyha már egyszer valaki tudja, hogy kell csinálni, onnantól kezdve igen. Csak legelőször nehéz. Semmi különlegesség nem volt benne.